Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Ma is az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasok fel egy részletet Pál apostol és az ellenségeinek a konfliktusából. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Amikor megvíratt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle: ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta: a fogoly Pál hivatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kezénél fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle: mit akarsz nekem jelenteni? Azt pedig így válaszolt: a zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak az üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki: senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Ezután hivatott két századost, és megparancsolta nekik: este 9 órára állítsatok készelétbe 200 katonát, 70 lovast és 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságba juttassák el Félix helytartóhoz. Az elmúlt két alkalommal a fanatizmus és az Istennek odaszánt, átadott, tűzzel élt élet közötti különbséget kerestük, és láttuk azt, hogy Pál apostol ugye Istenre bízza magát, és azt mondja, hogy még az életem se drága, csak hogy ragaszkodjak az Úrhoz, és kész vagyok a szenvedést is elhordozni, és tudom azt, hogy az életem Isten kezébe van. És a mai történetből azt lássuk meg, hogy ez a hit, ami ott van Pálban, és amit ő tűzzel, erővel, elkötelezetten képvisel, ez nem jelent fatalizmust. Nem jelent egyfajta sorsba való beletörődést, semmittevést: ha Isten úgyis mindent elintéz, akkor nekem semmit nem kell tenni, hanem az Isten akaratával együttműködő aktív engedelmességet jelent. A mai történetben olyan jó azt látni, hogy Isten, aki gondoskodik az övéiről, ebben a gondoskodó szeretetében emberi eszközöket is használ. Mert ő így gondolkozik, sok mindennel tud rajtunk segíteni, de nagyon sokszor emberek az ő eszközei. Itt van ez a fiatal ifjú, akiről olvastunk, még a nevét se tudjuk, csak azt tudjuk, hogy Pál nővérének a fia. És nem tudják megölni Pál apostolt, mert ez a fiú, ez ott van véletlenül, de hogy véletlenül, éppen ahol meghallja ezt a tervet, és jön, és rajta keresztül Isten megmenti Pált. Aztán Pál szolgálata elején ott vannak például a Damaszkuszban már azok a névtelen emberek, akik azt írja a Szentírás, hogy kosárba leengedik a falon keresztül, hogy ne tudják megölni az evangélium ellenségei Pált. Olyan jó ezt látni, hogy még a nevük se került be a Bibliába, és mégis milyen fontos feladatokat bízott rájuk az Isten. Olyan sokszor gondolkozunk úgy, hogy hát az én életemnek semmi jelentősége nincs, mit tudnék én tenni, ami ezt a világot jobbá teszi? Isten feladatot bízott rád is, mindegyikünkre. És ez nagy felelősség. Ha nem tesszük meg azt, ami ránk van bízva, akkor az kimarad, és abból baj lehet. Tehát olyan fontos, hogy fölismerjük a saját küldetésünket. És egyben bíztatás is mindegyikünk számára, hogy igen, Isten elkészíti az eszközöket, és vegyük azokat észre. Hogyha az Istenben bízok, akkor ez nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy nekem emberi eszközökre nincs szükségem. Itt van ez a Pál apostol. Ugye Isten odaszánt, átadott életű szolgája. Jön az unokaöccse, hogy szóljon neki, hogy összeesküvés készül ellened. És figyeljük meg, hogy Pál nem azt mondja, hogy
Öcsikém, ne törődj te ezzel, Isten én rám vigyáz, nem lesz semmi bajom. Hanem igenis használja azt az eszközt, amit Isten embereken keresztül ad neki. És él vele, és szól az ezredesnek, és ezen keresztül menti meg őt az Isten. Ugyanígy használja Pál a római polgárságát is. Olvassuk nagyon sokszor a történetben, hogy abban a korban az, hogy valaki római polgár, az bizonyos előjogokat jelentett. És Pál időnként felmutatja, hogy római polgár vagyok. De nem azért teszi ezt, hogy tisztességtelen előnyhöz jusson másokkal szemben, hanem azért, hogy az Isten evangéliumának a szabad mozgását biztosítsa. Meg azért, hogy a frissen megszületett gyülekezetek védelmét valahogy elősegítse. Ugye azzal kezdődött a mai ige, hogy Isten azt mondta Pálnak, hogy Pál, bízzál, neked Rómába kell menned. De mi az az eszköz, amivel Isten Rómába segíti? Figyeljük meg! Megint milyen emberi eszközöket használ? A római birodalom hadserege védőőrizetben kíséri Pált, aki tulajdonképpen fogoly, de lássuk ezt így, ezt a történetet, hogy védőőrizetben kísérik Pált Rómába. És még hajójegyre se kell pénzt fizetnie, mert a római birodalom a saját költségén szállítja Rómába. Mert Isten azt akarja, hogy Pál Rómába menjen, és Rómába is hirdesse az evangéliumot. Ilyen Istenünk van, aki így gondoskodik rólunk, és bíztat ez az ige bennünket, hogy bízzunk az Úrban, és vegyük észre azokat az emberi eszközöket, amiket ő készített arra, hogy azokon keresztül gondoskodjon rólunk. És vegyük azokat igénybe. Ne legyünk felelőtlenek, de ne legyünk bizalmatlanok és aggodalmaskodók sem. Hogyha mi odaszántan valóban az Istenhez hűségesek akarunk maradni, és látjuk, hogy ez mindennél fontosabb az életünkben, Jézus azt mondja, a többi mind ráadásul megadatik nekünk.